megint. Szia, Hello. Ö, Következő műsorunk előadás lesz. Az animék és animációs technológiai fejlődéséről fog szólni. Ö, ugye az anime a több mint száz éves történelme alatt az animátoroknak sokszor kellett érdekes és kreatív megoldáshoz nyúlniuk, hiszen sokszor évtizedes elmaradásban voltak a nyugati technikától. Erről most nektek előadás, Leocki Péter, fogadjátok nagy tapsa. Sziasztok! Először azzal fogom kezdeni, hogy hozok magamnak egy széket, mert ehhez bizony le kell ülni. Nos, most, hogy ezzel megvolnánk, azt hiszem, egy prezentert elfelejtettem. Ez is egy prezentert elfelejtettem. Ja, mindjárt. Árjon, az mindjárt. Szóval, Először is nézzük át azt, hogy euh, mire, mire lesz. Igen, elsősorban a technológia a fejlődés, a technológia a történet egy könnyed euh, média ismereti szint óra. Ezt hallgassam szóval meg. Kinek volt média ismeret órája? Akár általános, akár középiskola. Ok, oké, jó, látom. Helyes. Legalább nem vagyok én ilyen szerencsétlen, hogy nekem is volt ilyenem. Abban nem mennék bele, hogy most ilyen bábanimációk mi egyéb, mert arról, hogy most mennyire anime, arról van egy 40 oldalas disszertáció két szerzőtől, egy japántól, meg egy angol úriembertől, az külön lenne. Szóval, kezdjük az őskorszakkal, ez a 1907, a Matsumoto töredék, vagy a Katsutó ez lényegében egy három másodperces darab. Ezt még viasztáblára rajzolták fel Krétával. És ahogy volt, a, amit meg kellett animálni, a kis matrózon, hogy szépen fölírja a címet, azt így letörölték, újra rajzolták, lefotózták, mehetett a szalagra. Ez az elmúlt 10-15 éve került elő egy oszakai bolha piacon, mik kerülnek elő, ezért kell elmenni bolházni gyerekek. Viszont összevetésnek ott van Émile Koch hasonló készítésű műve, ez a Fantasmagorie. Nyugaton ugyanezt a technikát használták még ekkor, később elkezdett finomodni, viszont utána egy hatalmas ugrás jön, mert ezt nem tudjuk pontosan, hogy ez az 1907-es dátum, ez most mennyire helytálló. Ugyan, és ez a 18-as Urashima Taro, ahol, mint a Red Dead Redemption 2 amikor bementek a vidéki moziba, és van ott egy ilyen megnézhető film, ahol van egy statikus elem, és akkor van egy valami mozgás, és akkor mondja, és akkor a medve ivott a hűs eh, patak vizéből, és akkor csak annyit látok, hogy van egy medvefej, és akkor van nyelve az így két állás között kalimpál. Na, ez is ugyanez a fajta technikával készült, még igen, 18-ban, és ez a másik olyan, ami ebből a korszakból felmaradt. Mert ugye 1923-ban éppen kitört a japán ügyeletes nagy földrengése, és Tokió teljesen majd, nem lepusztította, rengeteg raktár gyulladt ki, a tűzvész során rengeteg anyag veszett oda, többek között az animátor stúdiók is az elsők különösen, simokába Oten, illetve Kitayama a a stúdiója. A nagykontói földrengés után viszont beindult az dolog, elkezdték szépen átdolgozni azt, hogy akkor most mi legyen, hogy legyenek, hogy legyenek ezek a stúdiók. Szeitarónak a tanítványai őket láthatjátok alul hárman, Yamamoto Sanae, Ofuji Noboru és Masaoka Kenzo. Ők alkották meg végül is azt a az animációs ipart, ami a következő 30-40 évben meghatározó lesz. Ekkor Osaka és Kiotóba települnek át a stúdiók, és elkezdenek próbálkozgatni különféle technikákkal, csak hogy meg tudják oldani. Ilyen volt például az, hogy akkor most uh, hogyan animáljunk? Van egy megoldás, ez a Chiyogami, amikor kivágott papírkarakterekkel, kávé úgy, mint a South Park, aki tudja, tudja, úgy mozognak minden. Azzal megoldották, Ofuji Noboru ez akkor a névre tett szert, hogy ebben a korszakban külön nemzetközi díjat is nyert, neve annyira fönnmaradt, hogy külön művész anime díj tartja ma a nevét. És hát valahogy meg kellett honosítani a külföldi dolgokat, mert hát ott volt a Disney, ott voltak a Fleischer testvérek, Félix a macska például, és kitaláltak pár dolgot. Hát ilyenek voltak például a fluid animáció, színeket behozták, akkor még eléggé kevesebb, illetve a különféle rétegeken való ábrázolást. Na, drágalátos japánaink, azok úgy csinálták meg, hogy átvilágító doboz fogták, cipős dobozba beletették a lámpaizzót, fölülre egy üveglapot, és akkor úgy meg lehetett oldani az átrajzolást szépen. És akkor sokszorosítani könnyen a rajzot. Illetve van ez a több, kamera többsíkú kameraállvány. A jobb oldalt láthatjátok a schematikus formáját, hogy körülbelül ezt hogy kell elképzelni. Ezt úgy működtették, hogy volt, aki az alsó rétegeket kezelte, az alsó hármat. Ha papíranimáció volt, akkor betettek egy plusz üveglapot, hogy rögzítse azt a papírt, amit beállítottak. Aztán fogta nyakába, vette az alsó, a felső rétegeket kezelőt, az beállította a felső rétegeket, és elkezdte kezelni a kamerát. Ezt Tíz évvel a Disney szabadalma előtt megoldották. Mert ugyanis a Disney 33-34-ben hozza be ezt a fajta technológiai fejlődést. Viszont felmerül egy másik kérdés, van nekünk egy erős konkurenciánk, Disney és a Fleischer. Mit kéne csinálni, hogy legyen a versenyképes az anime? Hát olcsósítsuk. Ilyenkor kezdtek el egyébként szépen különféle magánvállalatokhoz kuncsorogni, kaptak az oktatási minisztériumtól, a hadügyminisztériumtól fölkéréseket és pénzeléseket. Így tudták megvenni például a cellulózt, amit legközelebb csak 1934-ben juthatnak igazából hozzá, de akkor már hazai termékként. Egy ilyen kis sókész az ebből az időszakból. Balra fönt az uszági kamera, az még eredeti Ceruza rajz az folyamatosan ez átvilágító dobozzal, hogy rajzolták. Körülbelül három képkocka per másodperc. És a nyúl meg a teknős történetét meséli el. Ba, a jobb felső az a Kuronyágó, Ofuji Noborótól, az konkrétan ez a South Parkos megoldással készült. Illetve bal alsó a Kobutori, ami a már az említett Red Dead Redemption 2-s ben látható megoldás szerint készült, illetve szintén Ohuji Noborótól a Kemuri Gusa Monogatari, ahol a meglévő filmfelvételre vitték rá a rajz az old karaktert. Egy rocser nyúl a pálcban, tehát már ekkor elkezdődött. A 30-as évben viszont beleszól elég erősen a politika. Ebben a mondó cég már eléggé hosszan beszéltem valami négy vagy öt cikket sikerült ebből lehozni csak a 30-as évekből. Ilyenkor van az, hogy kialakul egy probléma. Addig a japán mozikat úgy vitték, hogy voltak a bensik, narrátorok. Nem volt hangja a filmeknek, ők mesélték el, hogy akkor most, mit kell látni, mit volt illetve élő zenei kíséret volt hozzá. Viszont megjelennek a lemezek. Bakelitre felvetszik előre a meglévő zenét, azt játszák le szinkronban a filmszallaggal, Bensi még ugyanúgy elmondja, csak aztán 39 ben például már megjelenik az első olyan anime, lényegében már japán rajzfilm, még maradjunk ennél a fajta formánál, ami már felvette a lemezre előre is a párbeszédeket a bensik elkezdenek sztrájkolni, majd szépen lassan kiszorulnak, újságfelolvasók lesznek, hírvebondók a rádiónál, illetve rikkan csak az utcán. A celluloidot, azt mondtam, a Fuji filmvállalat az elkezdi hazai fronton gyártani, illetve a Kemuri meg a Kobutorinál láthattátok, hogy hiába azért színes a háttér, azért még mindig monokrom. Na most a szakemberek nagyon szeretnek arra újtatkozni, hogy ez most mennyire színes vagy sem hát ö, őszintén szóval lenne jobb, dolg, jobb elfoglaltságok is, mint ezen vitatkozni, mert ez még mindig monokrom, hiába más az alapszín. Itt még egy, egy kis showkész. A Hibarino Yadoga egy kicsit jobban kivitelezett kobutori, már technológiával, technológiából. A Sorano Momotaro, illetve a... Ú, ezt most, nem muszáj lesz felolvasni. Omocsabako Siris wa Ehon jakú nen az uh, azt a fajta propagandát próbálja meg lesújkolni, hogy a Japánnak Isten adta kötelessége megvédeni a déli tengereket. Tehát ez a Salamon-szigetek, Új-Zéland, Ausztrália, meg annak a népeit. És itt jön be az, hogy az amerikaiakat elkezdik sasként ábrázolni, vagy... A jobb felső sorokban, mint láthatjátok, Miki egérrel szimbolizálják őt. A Miki egérfejes de nevére szerintem a legnagyobb poén az egészbe. Szintén szakemberek vitatkoztak rajta, hogy ez most mennyire gonosz vagy sem. Ennek, en, ebben a korban teljesen természetes volt, hogy fogják és így átvesznek meglévő karaktereket, hiszen Félix a macska ugyanúgy benne van. Viszont, hogy a propaganda mennyire átjön a jobb felsőből, az azt is mutatja, hogy Félix a macska áldozatként van ott per pillanat. Ugyanis a 30-as években a Disney rákényszeríti a Fleischer testvéreket, hogy ők is csinálják már hangosat, meg színeset. Ami annyira rosszul sül el, hogy konkrétan Fleischer fivérek lehúzzák a rólót, a Disney meg egyet uralkodó marad Amerikában. Ez külön köszönhető annak is, hogy behozza a Disney a Technicolort, a nagyon színes, szép színeket, színárnyalatokat, mi egyébett, amit például a 37-es hófehérkében nagyon szépen bemutatnak, és gyakorlatilag technológiai egyeduralkodó lesz. A kokka kimigájóról érdemes még egy kicsit szót ejteni, szintén Csiogami, ez egy másik kísérlet volt. Itt konkrétan az, hogy próbálják meg bevonni a nézőközönséget, hogy együtt énekeljenek. Ez nagyon nem sikerült jól, hiába volt a japán himnusz, meg a japán őstörténet meg animálva, az emberek nem énekeltek vele, vele együtt, így ezt a dolgot eléggé hamar, úgy kb. két éven belül ejtették. Kicsit átnyergelünk a világháború alá, és szintén egy két érdekesség. A Momotaro Umino Shinpei például az lesz az utolsó egész estés film, amit leadnak a háromból, de egy közönségre nem le, mert akkor már kizavarták a gyerekeket a vidékre, meg ki a gyárakból, hogy még véletlenül se érjék őket a terrorbombázások alatt áldozatként. Viszont tovább tolják a propagandát, hiszen a távol-keleten darkiként emlegetik a blackface-t. A bal felsőben például azt láthatjátok, ahogy Amerika lényegében a korabeli rasszista sztereotípia szerint meganimálják a pókot. Aki egyébként a japán sztereotíp szépséget próbálja meg szépen behálózni és fölfalni, 41-ben ez eléggé egyértelmű üzenet volt, hogy mit kíván jelenteni, főleg pörhábor után. A jobb, a jobb felső sorokban Furucán Nosszenszúikán, Furucán járójáról még annyit érdemes, egy gyors érdekességként. Ebben a korszakban földolgozgatnak egy-egy ilyen rajz, rajzolt képregényt, mangát, mi egyebet. Ez is konkrétan egy ilyen darab. Viszont a 70-es években ezek a karakterek visszatérnek Slice of Life szereplőkként. kényesen kivágva belőle az összes olyan külön kalandot, amit a háború alatt mondjuk akkor, elfoglalásakor, megszállásakor, esetleg a Fülöp-szigeteknél, Manila ostrománál elkövettek. Ha valaki egy kicsit ismeri a történelmet, tudja, hogy ezek nem épp a legszebb pillanatok voltak, ahogyan mondjuk a Nankingi mészárlás sem. A világháború után viszont egy teljesen ramadt helyzetben kellett találniuk magukat. Körülbelül úgy 13 évig nem találják a helyüket, össze-vissza próbálkoznak minden, és végül a Toei összerakja az első színes animét, máj kezdetben ebben még már maga Tezuka is segítkezik, ez a Hakuchaden. Ez egy nemzetközi siker lesz majd. Körülbelül a rákövetkező évben. Illetve megpróbálkoznak egy pár másikkal. A klasszikus TV felbontás, tehát a 4-3-as képarány, láthatjátok, az volt a 80-as, 90-es években az állandó, a ma széles körben elfogadott széles vászonolja a 16-9-es képarány, és ahhoz képest a Toei viszont kihúzza a 2,33-as, úgynevezett anamorfikus széles vásznút. sőt, még ezt megtoldja a szinemaszkóppal, nem 2,33, hanem 2,66. Ennek annyi értelme van, hogy sokkal mozisabb élményt tud adni, sokkal jobb színeket tudnak megoldani, illetve a fényhasználat kevésbé tükröződik vissza. Ugyanis a lencse ennél a megoldásnál nem kerek, hanem ilyen ovális alakú. Ilyen leszűkített ovális. Illetve megjelenik a rotoszkópus megoldás, ami majd később egy katasztrófánhoz fog majd vezetni, 2013-ban, egy bizonyos Akunohana. Hallom a kuncogást, igen, lesz szó az Akunohanáról. Na, a rotoszkópos megoldásnak az a lényege, hogy fognak egy meglévő felvételt, egy fényképet mondjuk, és az éleket kiszedik. Ami megmarad, azt megpróbálják ugye újrahajzolni, azt szerint megadják hozzá, illetve kitöltik a színeket. Ennek a rotoszkóposnak van egy másik megoldása, és ez egy sokkal jobban kivitelezett, az pedig az a Scanner Darkly, vagy kamera által homályosan, Keanu reeves -zel. És akkor átnyarulunk szépen a televízióra. Na, ki tudja megmondani, ki az a jóvágású ember a bal oldalon? Valaki? Igen, Tezuka. Tezuka hozza el végül is a televízióra az animét. Helyel közel igaz. Mert 1960-ban egy bizonyos Magurano Adventure már lejön a tévéképernyőre, viszont ez még nem egy sorozat. A sorozatokat Tezuka hozza el az Boy-jal. Csak hát ennek is vannak hátrányai. Konkurenciát kéne csinálni a Toei-jel, akik el 61-be szakított, 63-ban már a saját stúdióját csinálja. Hát kéne egy magas minőségi animáció, Toei minőség, vagyis ilyen Disney szintű. Ehhez kéne ember is. Hát ez úgy nagyjából 3000 főt jelentene. A, hogy heti szinten meg tudják oldani. Ráadásul a büdzsé sem egy túl jó dolog, ez 1963-as árfolyamon 60-70 millió jent jelentene. Ma átszámolva inflációval, mi egyébben, úgy ez 284 milliótól 331 millióig terjed, és ez a teljes sorozat büdzséje. Úgyhogy ezuk a kénytelen, kelletlen, hatalmas ellenállásba ütközik, Megpróbál olcsósítani. Lehúzza, hogy epizódonként 2,5 milliót lehet elkölteni mindössze. Csak hát ezt hogy oldják meg? Be, átnéznek a Hanna Barberához. Hanna Barberánál ugye Maci Laci, Frédi Béni, mit tudom én, kik voltak még, Jetson család. Ha, minden, ha emlékeztek rá, talán mindegyiknek, Turbi Urfinak is, mindek volt garlérja. Ennek van egy taktikája, ugyanis a textet nem kell a garlér alatt megrajzolni, azt nyugodtan úgy maradhat, viszont a fejet úgy meg tudják hozzá külön animálni. Meg a szájat. Úgy, hogy ezt elkezdik átvenni. Vagy elkezdik például a harmadolást, ugyanis a tóhely már 24 képkocka per másodperccel dolgozik. Na, ők 8 kép per másodperccel, viszont rohadt gyorsan próbálják megvágni az egészet. rengeteg állóképet használnak a reakciókra, a beállításokra, a tömegjelenetekre. egy megjelenik a lúpolás konkrétan, amikor ugyanaz az animáció lefut. Vagy az újrahasznosítás, például ugye Sailor Moon átváltozós jelenete, már ekkor megjelenik, csak éppenséggel nem Sailor Moon, hanem Astroboy, ahogy jön be. Illetve próbálkoznak még egyéb féle darabolása, hogy akkor külön testrészeket megjelennek az akcióvonalak, például, ami majd igazából a Dragon Ball fogja sikerre vinni. És ez olyan jól sikerül, hogy nem csak pénzt termel, de vissza is jön minden befektetés, többek között az is, amit úgy megpróbálta lekenni a tévétársaságokat, hogy egyáltalán le tudják adni ezt a sorozatot, mert a tévétársaságok nem bíztak benne. Úgyhogy Tezukának fizetni kellett érte, visszakapta a pénzét, aztán ez néhány olyan döntéshez vezetett, ami végül is nyolc évek később be kellett zárni a stúdiót, ugyanis az animátorok már ekkor piszokolcsón dolgoztak. Tezuka viszont maga fizette pluszba ki a költségeiket. Egy pár elsőt láthatok ebből a korszakból, például a Kyoji no az első sportanime, Mao Tsukai -szeri, az első Mao a Mazinger ami igazából a robotosokat kezdte el népszerűsíteni, az eredeti a Tetsujin eh, Nijuachi eh, Go volt, az Animentari Ketsudán, ami egy korabeli dokumentarista anime volt a második világháborúról, egy kísérleti jellegű, vagy éppenséggel a Gatchaman már ekkor megjelenik, ami költözi az élőszereplőst és a rajzoltat, a Gundam, a bejön a Slice of Life kő, egyik őse, a Doraemon, illetve az Uchus Senkán 74-be, három éve megelőzve a csillagok háborúját. És megjelenik a CGI. 83-ban a Golgotha 13 használja először egy jelenet erejére, az a helikopteres pillanat. Viszont utána már csak ilyen rásegítéseket kap, ilyen fényefektek, halszemefektus, áttűnések, átfedések, mi egyéb. Viszont az első tényleges 3D az a vizitor lesz, három részben. Ezt újra vágják és eladják a liszként, újra, majd 2001-ben jön a Final Fantasy a harc szelleme, ami megmutatja, hogy lehet ezt fotorealisztikusan is csinálni. És akkor, ha már CGI, milyen fajták vannak? A Kaido Maru-ban láthatunk Toon Shadinget. Ez például a Breath of the Wild játék során, ez konkrétan az a stílus. Vagy a Cell Shaded, ami az ácsinnál. Nagyon hasonló ugyanaz, 2008-as Prince of Persia használta ezt a technikát például. A két és fél D animáció, amikor a rajzolt dolgokban benne vannak a 3 d animált bábuk, ez leginkább az idol tűnik vissza, amikor nagyon sokat kell táncos jelenetet, vagy tömeg ugyanazt a mozgást elvégeztetni. Van a, foto igen, a fotorealisztikus a Space Pilot Captain Harlock, ami kb. mai napig egyébként egy pöpecű megállja grafikailag a helyét. A Musashino behozta a Leaf 2D-t a hololive és a Nijisanji után, Konkrétan, ráadásul abból is az olcsósított verziót, tehát, hogy alig van mimika, de azért mozog a száj legalább. És a rotoszkópikus, amikor egyszerre forgatták le az Akuno Hanának a live action és utána megcsinálták az anime változatot, hogy miért lehet ezt rosszul csinálni, Mert, mint láthatjátok, nincs rajta árnyékolás, az például teljesen elveszik a mélysége. Ezért mondtam a Scanner Darklit, ami körülbelül úgy 6-7 réteggel dolgozik, és 6-7 mélységes szint képes mellette ugyanúgy feldolgozni. Így ezért például az Akuno a nál beszéd között például eltűnik a száj. Tehát van a szája, és eltűnik. És akkor 13-ban végleg bealkonyul a celluloidnak. 2001-ben már megindul ez a folyamat. Hozzáteszem, a Disney 91-ben kinyírja a celluloidat, utoljára még a kisablányt csinálják meg ezzel, úgy, hogy kiadják a kínaiaknak, hogy figyeljetek már, csináljátok már meg a CCI vízbuborékokat hozzá. Köszönjük, Chi. És az utolsónak a sazer hagyja el, ez szokták a leghosszabbnak emlegetni, több mint 2000 résszel, gyakorlatilag ez a japán barátok közt. Illetve egy pár megjegyzés, ugyanis napjainkban eléggé nagy félreértések vannak arról, hogy akkor most mi a jelenlegi helyzet. Natívva 720p-re készülnek a tévésorozatok, ezeket szokták felskálázni a streamingekre 1080-ra, de vannak eltérések. Például a Tengen Toppen Gurren Lagán még eredetileg 510p magasságba készült, vagy a Megalobox, ami érdekes módon, hogy azt a régies rajzolt hatást keltse, az 720x405-be vagy a Darling in the Franks, ami 810 pixelbe, tehát egy körülbelül, amit natívbe tud az Xbox. Egy másik érdekesség, hogy a celluloidot az 16 mm-esre vitték föl, filmszallagra. Az openingeket viszont 35 mm-es szallagokra, ezért van az, hogy az openingek mindig sokkal szebbek, mint a maguk az animék. A 4K viszont hát megjelent a Kiminonává, a Tenkinoko, illetve a Gundam Thunderbird volt az, ami még olyan tényleg 4 k elkészült. Ezen kívül még két remastert, a Perfect Blue, illetve a Ghost in the Shell Innocence. De ezen kívül nem fogják megcsinálni, mert egyszerűen nem időhatékony, mert egy 15 perces animének a gyakorlatilag lekódolása úgy legalább 3 óra 4 k illetve nem költséghatékony ugyanis, rengeteg eszközt kell ehhez lecserélni. És ezzel gyakorlatilag elértünk a tényleg a napjainkhoz. A végéhez, ha valakit még esetleg érdekel, hogy az animációt magát, hogy hogyan szerveződtek, hogyan animáltak, milyen körülmények között, akkor ezt a két animét tudom nektek ajánlani. Az animation runner kuromit és a sirobakót. Az egyik a klasszikus felállásnak 80-as 90-es évekről a másik pedig viszont a modernet. És mivel hogy ennek hagyománya van, hogy én mindig hozok valamit. Mutatom, hogy például mit használtam forrásnak. Igen, ez, a ma, ez olyan, mint a Mayanimelist, csak fából. Illetve egy másik művet ajánlok nektek, hogyha valakit egy kicsit mélyebben érdekel az animének a története, gyakorlatilag ezt dolgozom föl mondó cikk formájába. Jonathan Clementsnek Anime a History. Egy ilyen kis egyszerű könyv, elég egy euh, nehézkes olvasmány, tehát azért tudjatok angolul lehetőleg hozzá, mert rengeteg szakszó van hozzá, gyakorlatilag a is mellette. Úgyhogy ennyi lettem volna, mert lejárt az idő, 57 van, és még azt mondták nekem, hogy nem fogok beleférni.